reggeli füstjelek. Egyszer részt vettem egy beszélgetésen, ahol elég sokan voltunk, és valahogy a beszélgetés kezdett olyan fájdalmassá válni, mert mindannyian panaszkodtunk, hogy úgy sodródunk, hogy nem igazán éljük meg a hétköznapokban azt az erőt, ami a Szentírásban hát a számunkra fel van ajánlva, és egyszer csak valaki megszólalt közülünk, hogy Istent nem kell keresni, mert megvan. És én ezt akkor és most is egy kicsit olyan fellengzős mondatnak érzékelem, hogy Istent nem kell keresni, mert megvan, de valami igazságtartalma én szerintem akkor is van ennek a mondatnak, hogyha érezzük belőle a magabízásnak valamilyen csíráját. Hiszen Jézus Krisztus azt mondja Máté 4:4-ben, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Figyeljük csak, hogy mondja az ige, hogy él az ember. Nem csak vegetál, nem csak létezik, hanem él az ember. Istennek minden igéjével, hogyha ha együtt vagyunk, hogyha magunkévá tesszük, akkor élni fogunk. Akkor nem kell napról napra csak úgy tántorognunk ebben az életben, hanem mi valóságosan megélhetjük annak az igének az ígéretét, amikor is azt mondja Isten, hogy azok az értelmes emberek, akik keresik őt, akik kimondhatják azt, hogy ismerjük az Istent, mert megismerhető ő a Szentírás lapjain keresztül. Nekünk nem úgy kellene élnünk, hogy kétségbe esett napok, kicsit jobb napok, megint alázuhanunk, megint kétségbe esett napok, és ez így megy állandóan, de miért is? Mert Isten sokszor úgy használjuk, idézőjelben mondom, hogy amikor kell, elővesszük, foglalkozunk vele, vallatjuk, segítségül hívjuk, amikor meg úgy kikerülünk az élet napfényes, fensíkos részére, akkor valahogy úgy bezárjuk őt a hálószoba szekrénybe. És ha megint árnyékosodik az élet, megint gyűlnek a felhők, akkor megint csak elővesszük őt. Pedig élhetnénk úgy is, ahogy ez a kicsit ilyen magabiztos mondat is mondja, hogy hát Istent nem kell keresni, Isten megvan. Igen, el lehet jutni oda, hogy az ember már a Szentírás olyan mélységében át és át rágta, át ette, hogy bizony a Biblia, hogyha nincs is a kezében, jártában, mentében is állandóan a bibliai igék úgy feljönnek, összefüggések úgy előtárulnak minden egyes momentumában, mozzanatában, és az ember szinte azt mondhatja, hogy az Istent megismerte, amennyire ebben az életben úgy megismerhető. Természetesen tökéletesen nem lehet, hiszen a Biblia is egy végtelen mélységű könyv, és maga Isten is végtelen mélységű. De hogyha mi napról napra az Istent nem zárjuk be a lelkünk hálószoba szekrényébe, hanem azt mondjuk reggel, délbe és este Dániel prófétával együtt, hogy Uram, gyere ide, és napról napra viselj rajtam rólam gondot, és szólj hozzám, akkor nem csak olyan napokat élünk meg, mint a hullámvasút lelkileg, hogy kétségbeesés, Istenhez futás, utána megint csak szabadulás, megint csak elengedés, megint csak kétségbeesés. Nézzétek meg, a zsidó népnek is az élete erről szólt. Megnyomorodtak, oda mentek az Istenhez, megsegítette őket, elhagyták, megint megnyomorodtak, stb. Stb. De ezért tanácsolom nektek azt és magamnak is, hogy gondolkodjunk Istenről folyamatosan, és az ő igéjével éljünk, mert az a valódi élet, hogyha mi magunkévá tesszük nem csak a testi kenyeret, hanem az Istennek az igéjét. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Hát ezért tanácsolom magamnak is, és nektek is, hogy ne csak lézengjünk, ne csak létezzünk ezen a világon, sokszor alkalmatlanná válva az Istennek a dolgait végezni, hanem mi éljünk az Istennek minden igéjével, és ezáltal valóságosan élni is fogunk. Akkor valóságosan Istennek a munkatársaivá tudunk válni. Nem csak a betegei leszünk napról napra, akit Istennek folyamatosan kötöznie kell, gyógyszereznie kell,
szinte azt lehet mondani, hogy púp leszünk a hátán sajnos, sokszor a saját magunk nem törődömsége miatt, hanem mi egészséges hitben, egészségesen élve, az igével rendelkezve, mi Istennek a valóságos munkatársaivá tudjunk lenni ebben a nyomorult és holteleben világban. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, Istennek minden igéjével ne csak létezzünk, hanem éljünk. Éljünk ezzel a felajánlásával az Istennek, és jussunk el az élet erejére, mert van. Mert én is megtapasztaltam, biztos vagyok benne, hogy ti is megtapasztaltátok, csak túl sokszor elengedjük az Isten kezét, és ezáltal gyengévé és beteggé válunk. Hát ne váljunk azzá, hanem menjünk, fussunk, erőről erőre jutva a mi gondviselő és megtartó Istenünkben. Hálát adva néki, most és mindörökkön örökké. Szép reggelt kívánok nektek, szervusztok!